Sziasztok, kedves barátaim! Nem tudom, lehet látni, milyen szép napsütés van mögöttem. Próbáljunk így. Hát, nem tudom, látjátok? Majd megfordulok, fogtok engem látni, hogyha napot nem látjátok. Kertészetben vagyok, Krisna völgyben. És ma folytatjunk a következő témát, amit múlt héten elkezdtünk. A boldogság útjáról. Múltkor beszéltünk. Ki emlékszik? Igen, múltkor beszéltünk Anna Májáról, az alsó szintről, ahol kezdődik az ember az életét. Nem mindenki, de sokan ott kezdenek, és sokkor egy kicsit visszaen próbáljunk emlékezni, hogy ilyen személy, ő nem tud se kapcsolatokat építeni, nagyon zárkozott, mindig traumákat kapja, mert bárki, aki neki valamit mond, akkor megsértődik, megbánkodik, és nagyon sok-sok-sok fájdalommal él az egész életet, boldogtalan is, beteg lesz. Hogy a szerencsés, egy ilyen személy, ja, mondjuk elmondom, hogy hogy néz ki egy ilyen a háza egy ilyen embernek, mondjuk egy fiatal ember, aki otthon van, van neki akkor egy számítógépe, bezárkozik a szobában, el van foglalva a játékokkal, és mikor mondjuk jönnek a szülei, akarnak vele egy kicsit beszélni, kapcsolatot építeni, ő azt mondja, nem érek rá, most nem lehet, szóval vele nem lehet akkor kapcsolatot építeni, mert most ő foglalt, sosincs ide, pedig nem dolgozik semmi, komolyat nem csinál, akkor nagyon nagy rendetlenség van a szobában, dohós, nincsen szellőztetve, szóval nagyon sötét, az egész be vannak hozva a függönyök, és így tovább. Így él, utána, amikor lefekszik aludni, általában ilyen ember hajnalba fekszik aludni, 6-kor reggel, mert egész éjszaka számítógépezik, meg filmezik, meg játszik, és ez már rossz. Szervezetnek, most nem mesélek el a szervezetnek, ez mennyire veszélyes, hogyha valaki nem tud napi rendet tartani, de lényeg akkor az, hogy utána, mivel fel kell későn, mondjuk délután 2-kor, akkor nagyon frusztrált lesz, nyomod, nagyon rossz kedve van. Bemegy a konyhába, ott vannak a rokonok, szülei, barátok vagy a testvérei, és akkor elkezd velük veszekedni, hogy ez most mi van, itt engem senki nem szeret, velem senki nem foglalkozik, pedig ő vele akarták kapcsolatot, csak ő nem ér rá, szóval nagyon-nagyon egyoldalú, csak magát látja, és nagyon szenved. És nem tud kilépni. Sokszor nagyon nehezen tud kimozdulni ebből, vagy inkább évekig tart, valamikor több évet. Na akkor megyünk tovább, következő szintre kell lépjünk. Valamikor egy ilyen ember, amikor már sok-sok-sok fájdalmat fog átélni és megérzi, megtapasztalja, hogy nem működik az élet, és akár beteg lesz, kudarcok, sosincs sikere, azt érzi, hogy nekem nincsen sikerem az életemben. És elromlanak a kapcsolatok, mert ilyen embertől mindenki el fog fordulni. Ekkor elkezd gondolkodni, hogy most mi történik, miért velem ez történik? Miért én elvárom, hogy körülöttem forogjon a világ, de mi nem forog? És ez már jó, mikor kezd kérdezni, és utána kezd kutatni egy kicsit. Kutatni, és elkezd találkozni olyanokkal, mint akár pránával, pránanádi jogával, ahol neki megmagyaráznak, ajurvédával, hogy kedves barátom, valójában léteznek a törvények, a kapcsolatoknak a törvényei léteznek, ugyanakkor a test is működik bizonyos törvények alapján, vannak a csakrák, és ennek kell legyen harmónia, és kell tudni, mikor alszol, mit eszel, és így tovább, és akkor kezd nyitott lenni egy ilyen személy, és változik az élete. Akkor kezd nyitni kapcsolatukat, kezd menni vagy sportolni, vagy jogázni, túrázni, és ez az ember megváltozik teljesen, akkor elkezd maga szeretni fog utána több ember maga körül, vagy ő tartozni valamilyen kis csoporthoz, akár joga csoporthoz, vagy valami más csoporthoz, és akkor ők mindig szeretnék együtt, csináljunk valami együtt, megyünk piknikre túrázni, jogázzunk, énekeljünk valamit, és ez az ember már
elfogadja, hogy van másoknak a véleménye is lehet, nem csak az enyém véleményem az igaz, akkor ő kezdte ebbe is nyílni a kapcsolatokra, és értékelni kezd. Igen, lehet, hogy nekem ez a véleményem, másoknak a más véleménye, és ez egy nagyon csodálatos, és lehet, hogy mindegyiknek a hibása, de mindenkinek van joga egy véleményre, akár hibás, akár nem. Kezdte akkor így másokat elfogadni és figyelni, és ezért újra emberek hozzáfordulnak, és megjavulnak a kapcsolatok az emberekkel. Akkor ő már nem eszik bármit, hanem ő már válogatja. Igen, akkor sokszor vegetáriánus, vagy vegánra válik egy ilyen ember, akkor tudja, hogy mindennek van egy valami vibráció, törvények. Ő még nem, lehet, hogy hisz valami Istenbe, de így felfogás szerint, ami nem baj, normális, nem tudja, ki ez az Isten rendesen. A számára Isten, ez energiák, ezek a pránák, ez az ezotéria, van valami minden, ami irányítja, és akkor az egész világ valami törvényeken alapján működik, és ezek a törvények, ez az Isten. Szóval ő a mögöttem a zöldségtárral egy ilyen kis pince. Így kezd már tapasztalni egy ilyen személy Istent, és akkor ilyen ember már jobban érzi magát, egészségileg, tudatilag, már sikeres kezd lenni az élete, kapcsolatok megjavulnak, és majd fog lépni tovább ebből a lépcsőfokból, és majd folytatjunk erről. Jó? Írjátok kommenteket a mai kis videóhoz, és kérdéseket ne felejtsetek lájkokat rakni, jó? Iratkozzatok fel a csatornára, ez nagyon fontos, és amikor feliratkoztok a csatornára, hogy nyomjátok meg oda egy kis csengőt, meg kell nyomni, akkor fogtok kapni értesítést a videókról, de azok, akik már feliratkozták, de még nem nyomták meg a csengőt, légy szíves, nyomjátok meg a csengőt. További csodálatos, szép napot kívánok nektek, és majd folytatjuk jövő héten. Köszönöm szépen, Hare Krishna!